És ez itt már a Start Plus, amelyben a sajtófotó kiállítás képeivel kezdünk. Mi már látjuk ezeket ebben a gyönyörű kiadványban, nem tudom, önök is majd látják-e. Fantasztikus fotók, 300 fotóművész, 2500 műve látható. Meddig látható egyébként tényleg, és hol lehet megtenni? Vendégeinket mutassuk be először. Bánkóti Andrást, a Magyar Fotóriporterek Szakosztályának elnökét. Jó reggelt, és Béres Márton fotóriporter díjazottat is köszöntjük szeretettel a stúdióban. Jó reggelt kívánunk. 39. alkalommal rendezik meg idén ezt a kiállítást. Elképesztő mennyiségű anyaggal és képekkel. Viszont kivételesen most ez egy kültéri rendezvény lesz, ugye? Igen, mi általában fél évvel, egy évvel előre kell, hogy gondolkodjunk kiállításokba, és az egészségügyi helyzetet annyira kellemetlennek ítéltük meg, hogy úgy gondoltuk, hogy meg kell próbálnunk olyan helyen megcsinálni a kiállítást, hogyha bármilyen helyzet van, az emberek meg tudják nézni. Nagyon nagy igény mutatkozott arra, hogy az emberek el tudjanak menni kiállításokat nézni. Ezt csak szabadba tudtuk így megoldani, úgyhogy végül is megoldottuk. Az Olof Palme sétányon Budapesten látható augusztus 15-éig ez a kiállítás, utána megy Debrecenbe, Gödöllőre és Békés Csabára, szintén szabadba, szintén ugyanez a kiállítás. Béres Mártonnak gratulálunk, mint a 30 év alatti fotóriporterek díjának győztesője. Mivel sikerült elnyerni, milyen képpel, milyen témájú képpel? Két kategóriában kaptam második helyezést. Először is a mindennapi élet egyedi kategóriában értem el második helyezést egy olyan fotóval, amikor egy önkéntes ebédet visz Ferencvárosban, és egy ilyen régi gangos bérháznak a udvarára gyerekek által krétával rajzolt üzenet van a nagymamának, akihez a vírus miatt nem mertek felmenni. Ekkor ugye még nem tudtuk azt pontosan, hogy hogyan és miként terjed ez a vírus, ekkor még nagyon mindenki betartotta azt, hogy nem látogatták idős rokonaikat, az idősek nem mozdultak ki otthonról, így az önkéntesek munkája is elég fontos szerepet játszott, illetve a másik kategória az pedig a művészet sorozat kategóriában, ami most így megy itt alávetítő képeknek. Ez a Győri Filharmonikus Zenekar rendezvénye volt, a Zeneházhoz megy címmel. Rákász Gergely orgonaművészt örökítettem meg, szintén az első hullámban, amikor is egy platós kocsival házhoz vitték a zenét, mint egy kvázi vándor organista, és mindenki a saját lakásából nézte egy lakótelepi környezetben, több helyszínen Győrben. Mártontól is kérdezhetnénk, gyönyörű képek egyébként, hogy mint fiatal és díjnyertes fotóriportert, hogy mennyire tanult ez a szakma, a technikai része nyilván aztán az egyszerűbb, bár az sem könnyű. És itt van, de, bocsánat, most látszik az a kép, igen, amit az előbb említettünk, ami ugye nagymamának üzentek, ugye a gangos ház. Bocsánat, nagyon, csak szerettem volna visszautalni. Én mennyire kell riporternek lenni, fotóriporter, tehát az mennyire tanulható, hogy milyen téma érzékenysége, mihez nyúl és hogyan, milyen módon választja ki a témát egy fotós? Hát nyilván abszolút tanulható ez a történet. Igazából a Covid nekünk is feladta a leckét, tehát hogy nekünk is úgymond megszűntek a sajtóesemények és az egyéb eddig megszokottnak mondott dolgok, és nekünk is nagyon sok témát kellett találnunk. Többek között így kerültem, tehát hogy én eredetileg győri vagyok, és így került a látókörömbe a Győri Filharmonikus Zenekarnak ez a rendezvény, ezt például Facebookon láttam, illetve a 9. kerületben, tehát már korábban láttam Facebookon, hogy van egy ilyen ház, ahol felrajzolták aszfaltkrétával a Hiányzol nekünk nagy feliratot, és az már tényleg csak a vakszerencsének volt úgymond köszönhető, hogy pont abba a házba vitte bédet Fruzsina, és pont Fruzsinával mentem. Ez egyébként egész nap követtem Fruzsina ebédhordási tevékenységét. Ezért ott helyben meg lehetett mind a kettőt egyszerre jeleníteni. Andráshoz fordulni pont ezzel kapcsolatban, hogy számomra ezek a képek, nyilván mi nekünk kicsit szakmához közel is, de mindegy-egy történetet mesél, és én ezért javasoltam a saját 13 éves lányomnak is, hogy menjetek el és nézzétek meg, miről szól ez az év, ott van ennek az évnek a, bocsánat, ezt mondom, hogy nyomora, nehézsége, minden fájdalma, ami velünk volt?
Én azt hiszem, hogy igen. Tehát az André Kertész díjas anyag, az a Kovács Beáé, az kifejezetten egy nagyon beteg gyereknek az otthoni gondozásáról szól, és be a másodszor nyerte meg az André Kertész nagydíjat. Ilyen nem volt még, hogy egymás után valaki kétszer nyeri meg, és ilyen rövid időn belül nagyon szép anyag, nagyon kemény anyag. Ez a kislány, aki látszik ezen. Igen, viszont felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az emberek iszonyú kevés pénzt kapnak. Nem tudják kórházba úgy ellátni őket, meg befogadni, tehát csak otthon van normális helyük, és ezt jobban el kéne ismerni, azt hiszem, a társadalomnak. És az összefogás is ott van ezeken a képeken, ami nem ennyire szomorú, hanem ahogy túléltünk, és ahogy közösen összefogva nagyon sok mindent megvalósítottunk. Hát nagyon szép képek vannak, tehát a nagydíjas Balogh Zoltánnak a képei közt nekem nagyon tetszik, például amikor divat bemutatón ugyanolyan szájmaszkjuk van a hölgyeknek, mint a ruhájuk. Tehát hogy mondjam, itt egy kicsi olyan plusz is benne van, rengetegen feldolgozták a saját családjuk életét. Igen, láttunk itt balerinát otthon, akik igen, készültek a bemutatóra, igen, vagy edzésben maradtak. Rendkívül egyszer mondjuk, hogy meddig és hol láthatják a kedves nézők? Augusztus 15-ig az Olof Palme sétányon Budapesten, hát ez a Hősök teréről nyílik tulajdonképpen, Árosan. A műcsarnok mellett lévő rész. És aztán pedig megy Debrecenbe a kiállítás. Úgy... Debrecenbe megy, Gödöllőre megy, és Békés Csabára, és még tárgyalunk, hogy köszönjük szépen, és gratulálunk a díjazatnak. Köszönjük szépen. Köszönjük.